Sziasztok! Azt mondja, hogy... Sziasztok, nem látom, hogy még adásban lennék, majd mindjárt ránézek a számítógépre. Sziasztok, Szegedi Péter vagyok. Nem látom, hogy adásban lennék. Jelezzetek már vissza, ha lehet látni. Ha lehet látni. Legyetek szívesek. Na igen, most jó. Most csinálok egy-két megosztást a csoportjaimnál. Egy pillanat. Szia István! Egy kis türelmet kérek még. Még egy 30 másodpercet kérek. Jó. Olvasom, hogy elfogyott a népnek a türelme. Teljesen igaza van. Szegedi Péter vagyok. Engedjétek meg, hogy szóljak hozzátok egy pár szót a demokráciát akarókhoz. Úgy gondolom, hogy a rezsimet ott kell meggyengíteni, ahol a legerősebbnek érzi magát. Ha ezt véghez visszük, akkor a többi is könnyebben megy. Orbán Viktor már úgy páváskodik a kétharmados parlamenti többségével, mintha ez egy tiszta választás útján született volna meg. Ez olyan, mint amikor egy hamis kártyás agyonra nyeri magát a kártyaasztalnál, majd másnap kérkedik, dicsekszik azzal, hogy milyen jó volt a lapjárása. Majd ezt addig-addig mondogatja, amikor már az emberek elfelejtik azt, hogy ő egy hamis kártyás, aki cinkelt lapokkal nyerte meg ezt a kétharmados országgyűlési választást április 8-án.
ezt hallottuk tőle, amikor itt volt Erdogán is, hogy mekkora felhatalmazást kapott ő is, meg Erdogán úr is a saját országában. És én úgy gondolom, hogy azért tartsuk már felszínen, hogy milyen kétharmad volt ez. Bontsuk két részre ezt a választást. Az első, nem tudom, lehet-e hallani? Jó. Az első részben, a választás előtti időszakban is hatalmas választási csalásokat hajtott végre a Fidesz. Először a választási rendszernek az átformálásával. Egyfordulóssá tette, és átformálta a választási körzeteket a saját képére. Akkor a közmédia kisajátítása az a saját propagandájának az egyoldalú közvetítésére. Felhasználta a közmédiát a gyűlöletkeltésre, a félelemkeltésre, az embereknek a befolyásolására, a tudatuknak a megváltoztatására. Hogy itt a migráns veszély az a legnagyobb veszély. És erről szólt a választás előtti jó pár év, és a választási időszak is. Százszor többet költött erre, mint az összes ellenzéki párt együttvéve. Itt több tíz milliárdokban mérhető az a pénz, amit arra költött, hogy a hatalmát megtartsa. A választás előtti időszakban sok minden más gusztustalan dolgot végzett. Lehetővé tette gyakorlatilag az ÁSZ-nak például az, hogy beavatkozzon a választási kampányba. A hazug kormány propagandával elérte azt, hogy olyanok is szavazzanak, akik nem Magyarországon élnek. Tehát nem Magyarországon élő magyarok szavaznak arról, hogy milyen életet folytassunk itt, ebben az országban. Milyen jogom? Mi sem szavazunk arról, hogy például Romániában kinyerje meg a választást. Akkor ellehetetlenítette a levélben szavazást azok részére, akik az Unióban élnek, de megkönnyítette azoknak, akik Romániában élnek, és ott hatalmas pénzeket fektetett be a választási kampányába. Gyakorlatilag szavazatvásárlásokat hajtott úton, útféle módon végre. Ukrajnában, amit csinált, hogy behozta a szavazókat, volt olyan ingatlan, ahol 40-100 bejelentett szavazó volt. Lehetővé tette számukra a kettős szavazást. Levélben is szavazhattak, és átjöttek a határon, és személyesen is szavazhattak. Tehát nagyon torz volt az egész szavazás. Ráadásul a Nemzeti Választási Irodában nem független közalkalmazottak ültek, hanem a Fidesz pártkatonái. Tehát az egész választási rendszert úgy építette föl, a fékekkel, gátakkal együtt, hogy megvalósíthassa ezt a választási csalást. Elérkeztünk a választás napjához. Én nagyon sok fele jártam, és rengeteg emberrel találkoztam, és tudom, velük beszélgetve, hogy az embereknek a 70-80%-a változást akart.
rengeteg olyannal beszélgettem, akik korábban a Fideszre szavaztak, de most egyértelműen, hogy változást akartak. Mert nekik sem tetszett már ez a politika, ami itt történt ebben az országban. Utcák fordultak a Fidesz ellen. És amikor elérkezett a választás reggelen, 9 óra körül, érződött a változás szaga a levegőben. Arányosan sokkal többen mentek el, mint valaha. Ezután, amikor ezt az Orbán Viktor is érzékelte, nem véletlenül került akkor kórházba, mert nyilván nagy volt a tét számára, hisz itt egy váltás esetén akkor bizony problémák merülhettek volna fel a további életét, illetően, hogy hol éli azt. Ekkor történt az a B-terv, mert ők készültek erre tudatosan, hogy hát elromlott a számítógéprendszer. Az a számítógéprendszer romlott el, amire 9 milliárdot költöttek, igaz, hogy ez is egy Fidesz közeli cégtől érkezett, ő intézte a beszerzést, és ez romlott el. Tartva attól, hogy ennek lesz valami hatása, felzúdulás, hogy a nép az utcára vonul, esetleg nem fogadják el, amire készül, a készenlétieket elindította Budapestre, és körbefogták a Nemzeti Választási Irodát, a parlamentet. Miért? 30 év alatt ilyen még soha nem fordult elő a demokráciában. Okozat. Ami köztudott, azt nem kell bizonyítani. Ha most ősz van, a levél lehullik a fáról, nem kell bizonyítani azt, hogy az lefele fog esni, és előbb-utóbb a földön fog landolni. Ennek is oka van. Tehát azért kellett a készenlétieket felrendelni, hogy nyugodt körülmények között tudják biztosítani a csalást a Nemzeti Választási Irodában. Délután érkeztek a különböző adatok, és bizony bajban volt a Nemzeti Választási Iroda, mert egymásnak ellentmondó adatokat adott ki. 18 óra 30-kor még azt mondta, hogy 5.365.000-en szavaztak, 17 órakor már 355.000-re kevesebb. 5.011.000-et mondott. Nagy volt a felfordulás. Akik a választási körzetekben dolgoztak, csodálkoztak, hogy a választás befejezése után nem mehettek fel. Majd ha szólnak, ilyen sem fordult még elő. És amikor később felkerültek, akkor nem ellenőrizhették az adatoknak a helyes bevitelét, gyakorlatilag kihajtották onnan. Okokozat. Mindig erre kell gondolni, hogy valamiért történik az a dolog. Valami kiváltotta. Érdekes jelenség volt az, amikor egy informatikus jelezte, hogy itt választási csalások történnek az ellenzéki pártok felé, de senki nem reagált rá. Hát utcára kellett volna menni akkor. Utcára kellett volna hívni az embereket. De nem reagáltak rá. Másik érdekes jelenség volt, hogy amikor Gulyás Gergely kiállt a sajtó nyilvánosság elé, és szegény még nem tudta, hogy nem csak éppen, hogy nyernek, mert úgy kommunikált, hogy szoros az eredmény, bizonyára nem hozták tudomására azt, hogy hát hoppá, egy kicsit nagyobbat csaltunk, és szoros eredményként hirdette meg az aktuális eredményt. Látszott az arcán. Mint ahogy látszott Orbán Viktornak is az arcán, hogy amikor bejelentette, hogy emberek, nyertünk 2/3-dal. Hát ismerve őt, ő ezt más körülmények között, vagy korábban, diadal ittasan jelentette be. Most
érződött rajta, és az őt körülvevőkön is, hogy várja a hatást, hogy elfogadják, nem fogadják el. Na most mi lesz? Ott volt a félelem az arcukon. Ezek mind bizonyítékok. Arra okokozat, hogy mi történt ebben az országban. Majd a választást követő nap, amikor lehetett volna ellenőrizni az adatokat, akkor bejelentették, hogy hát majd egy hét múlva. Hát igen, kellett idő a szinkronizálásokra. Ez így működik. Sokan mondják, hogy akkor miért nem jelentettük föl ezeket a választási csalásokat, ezeket a visszaéléseket, ezeket az átírásokat, ezeket a szavazat eltűnéseket. Rengeteg feljelentés volt, több száz, de azt mind lesöpörték. Mind lesöpörte az a nemzeti választási iroda, akik Fidesz pártkatonákból álltak, meg állnak is. Patyi Andrással az élen. Aki még később bocsánatot is kért valami büntetés miatt az Orbán Viktortól, hogy hát ne haragudjon. Hát ez a demokrácia? Ez a függetlenség? Ezek után hogy nevezheti magát függetlennek? A jogorvoslatokat mind lesöpörték. És tudomásul kell venni, hogy ebben az országban itt hiába jelentik fel, itt nem történik semmi. Legfeljebb azt mondják, hogy hát még vizsgálódunk, eltelik egy év, eltelik két év, és semmi nem történik. A homályságnak a feledésébe kerül az egész ügy. Ez így megy. Ez így megy nagyon sok mindenben, ebben az országban. Tehát egyszerűen nincs eszközünk arra, hogy bizonyítsuk. Hát nyilván az alatt, az egy hét alatt ezrek dolgoztak azon, hogy a számítógépes rendszer megmahinálása és kikapcsolása után a másik régebbi adatokat felszínre hozva menjenek a szinkronizálások a szavazatlapokkal együtt. Ez így történt. Erre is vannak információk innen-onnan, de bizonyítani ezeket nem lehet, mert annál kellene bizonyítani, aki soha nem fogja ezt bizonyítani. Ezt meg kell érteni. Tehát itt egyszerűen tehetetlenek vagyunk. Kicsit ránézek, hogy most írják, hogy halk. Igen. Na most van egy ilyen hozzászólás, hogy vonának és az embereknek körbe kellett volna fogni a választási irodát, Kovács Ernő írja, addig senkit ki nem engedni, amíg nem hozták volna ki a dokumentumokat. Teljesen egyetértek ezzel a hozzászólással, mert én azon csodálkozom, hogy ha én lettem volna a legerősebb ellenzéki vezér Vóna Gábor helyett. Hát amikor már megtudom, hogy itt készenlétiek fogják körbe a választási irodát, és hogy mik mennek, hogy helytelenül érkeznek az adatok egymásnak ellentmondásosan, akkor már nem azon gondolkodok, hogy hát vesztettem és lemondok, hanem akkor kellett volna az utcára hívni az embereket, mert itt beteljesült az, amit tudtunk, hogy választási csalás fognak végrehajtani. Teljesen egyetértek. Ehelyett a Vóna Gábor is, meg a Molnár Gyula is, az MSZP-nek az elnöke, első dolga volt az, hogy lemondjon. Miért? Talán nem kellett volna először megvárni azt, hogy tisztázzuk, hogy mik történtek, hogy utána megyünk a dolgokat illetően. Lemondani ráért volna később is. Nem esett volna csorba a becsületén. Egyiknek sem. Mert nem határozta meg, hogy azonnal lemond. Egy hét múlva is lemondhatott volna, hogyha nem bizonyosodik be ez. De úgy érzem, hogy itt a népet nagyon cserben hagyták, elárulták. Az emberek megdöbbentek azon, hogy
hogy Gulyás Gergely, aki szoros eredményt várt, ő lepődött meg a legjobban. Hát hoppá, ez kétharmados csalásra sikerült. És az ellenzék meg csak hallgatott, meg hallgat. Igen. Kovács Ernővel egyet értek, utcára kellett volna akkor hívni az embereket. Sosem késő. Előbb-utóbb kiderülnek a dolgok. Abba biztos vagyok, mert mindig ki szokott derülni. Majd akkor nézzük nagyot, hogy mi történt. Megnézek egy-két választ. Nagyjából elmondtam, amit szerettem volna. Az a lényeg ebben, és még egyszer, mint az elején elmondom, hogy amikor egy hamis kártyás azzal dicsekszik, hogy agyon nyerte magát az asztalnál, és másnap ezzel dicsekszik, hát erre mit mondjak? Mindenki tudja, hogy cinkert lapokkal játszik, és mégis elfogadják. Ez a baj ebben az országban. Ha valaki szeretne hozzászólni, vagy van még kérdése, szívesen válaszolok. Én ma ezt a témát szerettem volna megosztani veletek. Ez engem nagyon piszkál, és főleg akkor piszkál, amikor állandóan azt hallom, hogy ilyen meg olyan kétharmad, hogy az ország felhatalmazta, és bármi történik, mindig a nép mögé bújik. Kérdésekre nem válaszol, de arra van esze, hogy a nép mögé bújjon. És a népet tolja a maga elé. A féle védőpajsként. Igen. Hát a jogorvoslatra válaszoltam. Igen. Hát a Gyöngyi Matusek szólt hozzá, hogy a külhoni szavazatok azok jogtalanok voltak. Teljesen egyet értek. Aki nem Magyarországon él, nem Magyarországon húzza az igát, és fizeti be az adókat, az ne szóljon bele a mi életünkbe. Teljesen egyet értek ezzel a megállapítással. Ez is hozzátartozik a választási csaláshoz. És ráadásul az ő szavazataikat megkönnyítettem levélformájában, de azt a magyart, aki kiment az Unióba, hogy megélhessen, azt meg korlátozta. Ez hozzátartozik az első részhez. István Orsós írja, hogy a központ három olyan központi szerver van, ha hiba lép fel, azonnal pótolható, hát ha akarják. Nem akarták, mert ők egy olyan szervert raktak be, ami egy korábbi választásról szólt, és az alatt az egy hét alatt szépen hozzászinkronizálták a beérkező szavazatlapokat. És most már nincs senki, aki ezt bizonyítani tudja, csak az okokozat. Tehát mindegyik történés következik valamiből. Szűcs Marian kérdezi, hogy vasárnap lesz megint tüntetés a Kossuth téren, jöttök-e? Én szívesen elmennék, de én holnap dolgozom, 24 órás szolgálatban vagyok, de fogok menni a tüntetésre. Lesz még október 23-áig, azt már megnéztem, 23-án biztos ott leszek, mert akkor nem dolgozom. Sajnos ez van. Sokan azért nem tudnak ott lenni, mert ez a rabszolgasors szinte megköveteli, hogy agyonra dolgozzák magukat, hogyha meg akarnak élni. És első a család. Megértem én ezeket az embereket is. Mert van, aki 200-300 órákat dolgozik azért, hogy megéljen ebben az országban. Itt ilyen világban élünk. Tudom, hogy ők is sokan szívesen elmennének és tüntetnének ez ellen, mert
30 évvel a rendszerváltás után elég szomorú, hogy itt a megélhetésünkért kell küszködni. Hogy ennyit kell dolgozni. És akkor mennek ezekkel az átlagkeresettekkel is a nagy hazugságok, mert beleszámolják az 5 milliós fizetést is, meg a kis fizetést összevonják, és jó lenne, ha már egyszer úgy számolnák ki, hogy valójában, ha valaki 24 órákat dolgozik, vagy tudom, így hónapban 240 órát dolgozik, akkor ne az egész 240 óráért kapott összeget vennék figyelembe, hanem órára lebontva. Az lenne a korrekt. Mert az olyan már, mintha maga helyett más helyett is dolgozna. Most maga mellett más helyett is dolgozna. Igen. Kovács Ernő mondja, hogy nem romlott el az a számítógépes rendszer. Ezt hazudták, kikapcsolták. Igen, így van. Kikapcsolták, és titkosították. Milyen választás az, amikor titkosítanak valamit? Az előző élő videómban elmondtam, hogy nálunk 4 évente van lehetőségünk arra, hogy beleszóljunk abba, hogy ki irányítsa helyettünk az országot. Mert elvileg mindenki irányíthatná, de az túl sok embert igényelne, ezért van ez a választási rendszer, ahol megválaszthatjuk magunk helyett, mint a demokrácia alappilléreként, legfőbb alappilléreként, hogy ki irányítsa helyettem, ki döntsön helyettem. Megbízom abban a képviselőben, akit talán ott helyileg még ismerek is, és ráadom a szavazatomat. Tehát milyen jogon törli, hamisítja, írja át az én szavazatomat, vagy tünteti el a mindenkori hatalom. Aki nem képes biztosítani a saját országában a tiszta választást, az nem alkalmas arra, hogy a hatalmat vezesse, vagy hogy az országot vezesse. Vagy nem áll érdekében. Ezt kell megérteni. Aki ezt nem tudta biztosítani, hogy tiszta legyen, az nem alkalmas arra sem, hogy tisztán vezesse az országot. Miért várjuk el egyáltalán, hogy ő valamikor is tiszta lesz? Nem lesz tiszta. Soha nem lesz tiszta, mert annyi minden van már a rovásán, hogy ebből csak egyféleképpen lehet megtisztulni. Tehát nem tudok ott lenni Marianna most vasárnap, de a következőn ott leszek. 23-án úgy tudom, akkor is lesz egy nagy tüntetés, és igyekszem mindegyikre eljárni. Voltam már több tüntetésen is, meg fogok is menni, és remélem, hogy nagyon sokan leszünk. Már most vasárnap is, de 23-án is. Vagy ha még közben van, akkor is. Kovács Ernő írja, hogy ne izgulj, jól beszélsz, de ezeket, aki foglalkozik napi szinten politikában, mind tudja. Én tudom, hogy tudják. Én tudom, hogy tudják. De én a felszínen akarom tartani. Én azért beszéltem, választottam ezt a témát, mert minden héten szeretnék egy témával foglalkozni, hogy a felszínen maradjon. Hogy ne felejtsük el, hogy itt április 8-án igenis egy hatalmas nagy választási csalás volt. És ne felejtse el Orbán Viktor, amikor a kétharmadára hivatkozik, hogy ez nem így volt. Hogy tudja, hogy mi tudjuk. És ők is tudják. Hogy remegjen be a szavainál, amikor kimondja, hogy kétharmados felhatalmazást kapott az országtól. Mert ez hazugság. De már megszoktuk tőle, hogy mindenben hazudik. Most már az Unióban is hazudik. Régebben még úgy volt, hogy ott még mondott egy-két szót, aztán itt hazajött, és itt ellentétesen teljesen más mondott. Én nem akarok olyan miniszterelnököt, akinél azt kell állandóan vizsgálni, hogy mikor hazudik, és mikor nem. De róla tudjuk már, hogy hazudik. Nézzétek meg a korábbi Orbán Viktort 10 évvel ezelőtt, aki azt mondta például, hogy senkit nem hagyunk az utcán, senkit nem rakunk ki. Ehhez képest most teljesen más kommunikál. Azt mondja, hogy ő már mindent megtett, hogy megmentse a devizahiteleseket, és széttárja a karját. És emberek százait teszik ki
havonta. Ezreket fognak az utcára tenni havonta. Ez is egyfajta hazugság. Amikor nem reagál rá, elsétál, nem válaszol a kérdésekre, tovább lép. Milyen miniszterelnök az, akit állandóan védeni kell? Milyen miniszterelnök ez? Nekem nem az. Nézek még egy-két kérdés, ha van. Hát azt írják itt Kovács Jernő, hogy ha Orbán veszít, kivitte volna a futballhuligánokat. Én úgy gondolom, hogy ha egy több százezres tömeg megmozdul, akkor vihetett volna oda a huligánokat. A több százezres tömeg elsöpörte volna, és el is tudja söpörni. Ha egyszer összegyűlik ennyi, és nem abba az irányba terelik őket, mint ahogy volt eddig is, hogy szépen hazasétálunk majd, ha meghallgattuk a beszédeket. Igen, és a népnek ki kell vívni a demokráciát. Orbán Viktor szavait idézem megint. Nem tudom pontosan, hogy mikor mondtam, még a 2010-es választás után, 2006 körül vagy 2007 körül, hogy a népnek joga van elzavarni a kormányt, hogyha nem a népet szolgálja. Na hát ez, amit ő tesz, ez egy látszatszolgálat. Mert a saját klientúráját szolgálja elsősorban, a saját vagyonosodását szolgálja, és a nép fele állandóan hazudik itt az infláció 3%-ával, megeteti a nyugdíjasokat, hazudik itt a kilakoltatásokkal, hogy ő mindent megtett, az közben semmit nem csinál, az emberek az utcára kerül, mindenben hazudik. Ez nem a népnek a szolgálata. Finta Pálné mondja, hogy mi volna, ha leállna mindenki, senki nem menne dolgozni, Péter. Hát erről az a véleményem, ez is egy lehetőség. Ez egy polgári engedetlenségi mozgalom. Ezt meg lehet tenni. Lehet nyomást gyakorolni. Előfordult már ilyen. Meg lehet tenni. Csak nem tudom, hogy hogy élnék túl ezt az emberek. Mert a rezsit kell fizetni, élni kell, de talán 2-3 napra meg lehetne tenni, igen. Hogy hangot adjunk, ha már nem hallgatnak bennünket, és nem válaszolnak a kérdéseinkre, akkor kénytelenek leszünk ilyennekkel hangot adni a véleményünknek. Benne van a pakliban. Finta Pálné, eredmény addig nem lesz, míg a nép nem teszi ezt, hogy senki nem dolgozik. Igen, az a baj, hogy kevés a lehetőség a népnek. Én tudom, hogy sokan azt mondják, hogy az egész 30 évet ki kéne söpörni, mert már az elkezdődött ez a privatizációval, és a politikusok egymásnak adták a kilincset, és egyik is korrupt volt, a másik is korrupt volt, és gyakorlatilag csak a saját gyarapodásukkal törődtek, de itt az Orbán rendszer annyival rosszabb, hogy ő be is akarja betonozni magát. De annyira szétlopták már az országot, hogy ebből a betonból is kirabolták azt a cementet. Tehát elkezdett porladozni. És tudjátok, hogy ha egyszerű beton elkezd porladozni, az előbb-utóbb összeomlik. Én most úgy érzékelem, hogy bizony porladozik. Tehát itt az ideje, hogy a nép tegyen azért, hogy lerombolják ezt a kis várat, amit felépített magának. Mert
ne várjuk azt, hogy ő most jó fiú lesz, vagy változni fog valami. Minden abba az irányba megy, hogy egyre tudatlanabb, egyre butább emberek legyenek, hogy egyre kisebb legyen a lehetőségük, az eszközük arra, hogy együtt fellépjenek. Ez van most jelen pillanatban. Tehát nincs pénz a vidékieknek arra, hogy felutazzanak egy tüntetésre, nincsenek eszközök, hogy megszervezzék magukat, egyedül a Facebook marad, teljesen korlátozva van a média, már minden média a Orbán rezsimnek a zsebében van, tehát kicsi a mozgásterünk, és egyre kevesebb lesz. Ha nem cselekszünk, hónapról hónapra egyre kisebb lesz a mozgásterünk. Én tudom, hogy az ellenzéki pártok a választások során nagyon cserbe hagyták a magyar népet. Nagyon haragszom a Jobbikra, például az LMP-re, de az MSZP-re is. Mert ott volt a lehetőségük, hogy felosszák egymás között a körzeteket, hogy egy körzetben egy induljon, de a Jobbik mindenhol nyerni fog. Hát ez volt a gátja az egésznek, ez is benne volt, habár hozzáteszem, ha ez megtörténik, lehet, hogy ugyanúgy elcsalják ezzel a szerver dologgal a választást. Tehát erre sem volt garancia. De talán akkor több erő lett volna arra, hogy abban a bizonyos választási körzetekben tényleg legyen ott ellenzéki. És akkor a papír alapnál ott jobban, nagyobb nehézségek lettek volna, hogy ezt elcsalja, ezt a választást. Tehát az jelenlegi ellenzéknek, ha még egyáltalán ellenzékiek, össze kell fogniuk együtt a néppel, és létre kell hozni egy nagy tüntetést, és addig nem menni, amíg ezt a rezsimet térdre nem kényszerítjük. Ez a megoldás, vagy pedig elmegyünk az országból. Mert erre kerül sor. Milyen ország az, amikor már 2 millió ember, magyar ember elmegy máshová dolgozni? Az az ország már csak a nevében lesz Magyarország. Egyre kevesebben fogják lakni Magyarországot a magyarok. Mert innen-onnan hozza be a bevándorlókat. Megy a háttérben már a letelepedési kötvény Afrikában, Vietnámban. Itt-ott hozza be a bevándorlókat. Meg lehet nézni az üzemeket, gyárakat, hogy egyre több munkavállalót hoz be Ukrajnából, Vietnámból, Indonéziából, Afrikából, mert kell neki az olcsó munkaerő. Nem törődik azzal, hogyha a magyarság elfogy itt ebben az országban, nem érdekli őt. Csak azt nézi, hogy az ő hatalmát megszilárdítsa. Mert tudja jól, hogy azok mennek el, akik éppen ellene szavaznának, vagy ellene tennének. Akiket behoz bevándorlókat, azok idomulni fognak a rendszerhez, ha majd valamikor szavazati jogot kapnak. Tehát gyakorlatilag ezzel a saját táborát fogja erősíteni. Szörnyű világ vár ránk, ha nem cselekszünk. 15-én írja Ernő, Kovács Ernő, 15-én a hajléktalanok ellen indul meg az Orbán rendőrsége. A kilakoltatások zajlanak, naponta több családot tesznek az utcára, a bankok Orbán segítségével támadják a magyar embereket. Sajnos ez van. Sajnos ez van. És hozzáteszem, hogy a letelepedési kötvényekben már beépíti azt, hogy ingatlan vásárláshoz köti, hogy aki itt letelepedni szándékozik, az bizony az ő által szerencsétlen embereket utcára téve, családokat, több gyerekes családokat, megszerzi, mit tudom, egy ingatlan 8 millióért, elszámolja majd a letelepedési kötvénynél 20 millióért. Tehát hatalmas haszonra tesz szert. Ez benne van a pakliban. Igenis, itt módszeresen üldözik el a magyarokat, teszik ki az utcára, csak azért, hogy a saját gazdagodását biztosítsa. A saját klientúrájának a gazdagodását.
oda kell csapni, oda kell állnunk. Mert ez egyre rosszabb lesz. Képzeljétek el, hogy a fiataljaink mennek ki elsősorban. Hát mi lesz itt velünk? Megnézek egy-két hozzászólás. Orbán mindenben hazudik. Ez egy szarzsák ember. Hát így van. Hazugsággyár. Ez megy. Kitti Katalin írja, hogy Orbán keszekusza világot zavar teremt, hogy az embereket is megossza, még jobban, mint eddig. Igen. És mindig betesz egy fél mondatot, hogy azon rágódjunk. És a saját médiában, a közmédiában, ami egyébként a mi közpénzünkből, tehát értünk lenne, ott olyan hazug propagandát, áradatot indít el, hogy ez a módszer teljesen megtévesz az embereket. Egyfajta agymosáson viszik keresztül. Hát én remélem, hogy egyre több embernek kinyílik a szeme, és látja, hogy milyen, mik a tendenciák. Lehet, hogy majd akkor veszik majd észre, amikor egy-két bevándorlót mellette fog lakni, hogy mi történt ebben az országban. Megnézem még, hogyha van hozzászólás, arra válaszolok. Ilona Katalin Strobl írja, pillanat, ha a rendszerváltás lesz, akkor mi lesz, mert egyik pártban sem lehet hinni, amit ellopott milliárdokkal. Én úgy gondolom, hogy elég nagy tanuló pénzt fizetett most a magyar nép ebben a rezsim alatt, és talán egyre többen kezdenek el a politikával foglalkozni, és egyre többen figyelnek oda, hogy mi miért történik. És bízom abban, hogy ha egy rendszerváltás lesz, akkor ezt már a gyökerénél meg elvágjuk ezeket a lehetőséget, ezeket a korrupt, rablási lehetőségeket. Tehát olyan törvényeket kell hozni, hogy például aki korruptá válik, az azonnal leválthatóvá válik, mint képviselő, vagy visszahívhatóvá kell tenni a képviselőket. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy a különböző garanciákat újra a helyére tegyük, hogy ezt ne fordulhasson elő. Mert minden hatalom a népé, és a miniszter szolga. Tehát szolgálni kell a népet. Nem azért kerülünk oda, hogy uralkodjunk, hanem szolgálatra. Ezt meg kell tanulni. Tehát mielőtt valaki politikusnak jelentkezik, vagy arra pályára akar lépni, először próbáljon meg, legyen ember. Gondolkodjon emberként, tisztelje a másikat nemzeti, vallási hovatartozás nélkül. Aki ezt nem teszi meg, azt eleve kizárnám. Az ne is induljon politikusnak. Oda nem uralkodni mennek az emberek, hanem szolgálni. Vegye tudomásul. Tehát sokkal nagyobb nagyító alatt kell nézni ezeket a képviselőket, mint ami most van. Ez lehet talán egy biztosíték arra, hogy ez soha többé ne forduljon elő. Annyi ezer milliárdokat összeharácsoltak ezek a politikusok, hogy már itt nekünk dupla bérünknek kellene lenni, vagy dupla nyugdíjunknak. Amikor megkapjátok a jövedelmeteket, az úgy kell ránézni, hogy a felét kapjátok annak, amit már kapni kellene. Már a felét. Elveszi a másik felét az Orbán rezsime, a klientúrája. Nézek még kérdés, ha van. Nem tudom még kezelni ezt annyira, hogy ha valaki be akar jelentkezni, hogy behívjam,
akkor szívesen behívom, de talán majd legközelebb. Én úgy tervezem, hogy hetente hozzászólok egy-egy témában, most is lenne mit mondanom, ez az én véleményem, de nem akarom túl hosszúra nyújtani. És ha nincs már több kérdés, akkor el fogok búcsúzni. Sándorné Bázsonyi, csak bizonyos csoportok maguk mutogatásával nem hajlandóak összefogni, pedig így lehetne hatalmas tömeggel utcára menni. Amíg ezek széthúznak, Orbán vigyorog a markában, és nem fog történni semmi. Én azt mondom, hogy minden tüntetés számít. Sajnos egyre kevesebb van, de készülni kell egy nagy tüntetésre, és én nagyon bízom abban, hogy megmozdulnak az ellenzéki pártok. Be kell látni, hogy nélkülük nem megy a szervezés. Tehát nekik kell igazán elindítani ezt. Mert megvan a kellő apparátusuk, technikai feltételek. Be kell látni, hogy ezt az ellenzéki pártok nélkül nem megy. Tehát nekik kell valahogy ezt az összefogást megoldani, mert a nép támogatja, a nép mellettük van. Tehát ezt meg kell valahogy valósítani. Igenis, álljanak a sarkukra. Én nagyon örülök, hogy mostanában a parlamentben olyan hozzászólások vannak Újhelyi Istvántól, a Gyurcsány Ferenc, akkor talán Tóth Bertalan, elnézést, akit kihagytam, de Szabó Tímea, hogy megfogja az embereket, és nagyon igaz hozzászólások vannak. Látszik a fideszeseken, hogy le vannak döbbenve, nincsenek ehhez szokva, de nem változik semmi. És nem fog változni semmi. Mert a Fidesz gépezet leszavaz mindent. Olyan, hogy mintha elmondtad volna, jó, most kidühögted magad, és semmi nem fog változni. Tehát úgy látom, hogy ezt a rendszert csak az utcán lehet megszüntetni. Ezt választás útján nem. Szomorú az, amikor azt hallom, hogy készülnek már az önkormányzati választásra, minthogyha ezzel legitimálták volna ezt az egész Orbán rezsimet. De hogy szólítanak meg akkor bennünket, hogyha már a választásukra készülnek? Olyan érzés kelt ez bennem, hogy megint a saját kis pecsenyéjüket sütögetik, az a lényeg, hogy ne ők továbbra is most itt-ott képviseltessék magukat, és a nép meg nem érdekli őket. Jó lenne, hogyha észhez térnének, mert ez egyre nehezebb lesz. Lassan totális diktatúra fog uralkodni a hazánkban, és mehetünk a börtönbe. Ez van. Van még egy kérdés, azt mondja, Kovács Ernő, van egy rossz hírem, 2018 választások után a választásokat el lehet felejteni, mert a legközelebbi is elcsalják. Teljesen egyetértek. Ha ezt elcsalták, a következőt egy nagyobb diktatúrában már könnyűszerre megtehetik. És meg is fogják tenni. Kétség ne férjen ehhez. Mert nem fognak önként börtönbe vonulni, az biztos. Kitenni azt. Megint el fog romlani a számítógépes rendszer, vagy kitalálnak más hazugságot, foghat itt össze ez a párt, avval a párttal. Orbán nem fogja magát hagyni leváltani. Tisztán nem lehet leváltani, csak más módszerrel, amit nem írok le, nehogy kapja. Hát igen, egyetértek Ernő veled. Én is így látom, sajnos, de már választás napjától így látom. Ott volt egy lehetőségünk, hogy az ellenzék az utcára vigye a népet, nem tettük meg. Én most nem megyek abba bele, hogy ki miért nem tette meg. Mindenki gondoljon, amit akar, de ott becsapták, cserbe hagyták a népet. Én remélem, hogy észhez térnek az ellenzéki politikusok, és nem megint a másikra mutogatás folyik, hanem
hanem egységesítik az ellenzéket. És igenis meg kell szabadulnunk ettől a rezsimtől, mert bűnözők nem irányíthatják az országot többet. Ez legyen bennetek. Nem irányíthatják bűnözők az országot, mert itt az folyik. Tudjuk, hogy ez a diktatúrának a jellemzője. Csak az utca embere tehet a változásait, Finta Pálné írja. Így van. Erre már válaszoltam. Így van. Jó, én nagyon szépen köszönöm azoknak, akik követtek. És egy hét múlva megint bejelentkezek egy aktuális, de másik témával. Minden jót nektek. És még egyszer köszönöm a beszélgetést, hogy megtiszteltetek engem. Sziasztok!